Na sziasztok, Csámok, és elérkezett egy újabb videó, ez itt a Building to Glory következő, azaz a negyedik része. Hát igen, nincs más hátra, előző résznél ott hagytuk abba, hogy fel kéne jutni a 9. osztályba, ezt egy döntetlen és egy győzelemmel segítettük ugye előre. Ma két győzelem kell, vagy egy döntetlen és egy győzelem, és akkor feljutunk. Láthatjátok egyetlen változás, hogy Martinez kikerül, mivel megsérült, de... Jó pár fáradtabb ember van már a keretben, például két belső hátvédet ide nem árt nagyon pihentetni. Megnézzük, hogy kiket tudunk helyettük berakni. Aztán mehet a meccs. Bevallom össze, nem szeretem, mikor nincsen összhang, de miután pihentetni kell, ezért bekerült Johnny Evans, Defray, valamint El Abdellaoui a kezdőbe. Szóval ez egy most erősebb csapat, de kevesebb összhanggal. Így kezdünk neki az első mérkőzésünknek. Meg is van első ellen... Ne! Nem szeretem Muriel! Sőt, úgy is fogalmazhatok, hogy utálom Muriel! Fúj! Nem szeretem Muriel! Amikor Muriel ellen játszok, mindig az van, hogy őlő nekem valami 3-4 gólt. Nem szeretem, és ez egy full Serie A csapat, 100-as összhanggal, full arany persze. Szóval, kemény dolgunk lesz, hogyha győzni akarunk pár passzal. És az első nagy helyzet nálunk volt, de sajnos mellé lőtte a Sociedados szélső, mi mindent tudom a nevét. Bernardeschi. Muriel. Persze, hogy elviszi. Muriel. Ott megy. Nagyon elindult. Zapatát lefutott a Koné. Zapata, ez pirosnak kell lennie. Zapata óriási hibát követett el szerintem. Így van, villan a piros. 17. percben Koné kilépett, Zapata visszarántotta. Egyértelmű piros lap. És mi a szabadrugás, amit Benoit végez el? Igen, legalább piros lapjuk van. Abdellaoui. Elveszítjük, Bilia. Zelinski. Rufi kezébe. Milinkovic, Savic. Zirenszki. Aj. Ne. Mit csinálunk? Miért estünk össze? Nem hiszem el, megint Muriel! A 45. percben Muriel góljával 1-0-ra vezetnek. Ott összeesett valamiért a védőm. Pedig az el kell volna lökni ezt a Zilenszkit. Fél idő van, 1-0 az állás az ellenfelünknek, szerintem nem megérdemelten. Mert jobban játszunk, de megnézzük, hogy ők hogy állnak fel most. Zapata a támadó középpályása, vagyis 3-4-2-be van. Lépjünk erre avval, hogy behozom jobb oldalra. Á, jöjjön be! Ájúnak kell megfutnia ott Van Johnnyt. Hanem Martineznek kipasszoljuk, Martinez beteszi! És Angel érkezik, így kirúgás lesz. Mert csak szerelni tudtunk ott elől. Pedig amúgy nem volt rossz az elképzelés. De Lomulnak nagyon kéne futni, de Lomul lassú. És 2-0. Nem! Szerencsére mellé ment Bernardeschi lövése. Del Olmo! Mellé lövi, nem hiszem el! Pedig itt volt az ígyszerünk a 65. percben, két csatárral egyben jobbak vagyunk. Lehet, hogy tényleg átváltok véglegesen két csatára. Csak kéne egy másik jó csatár, mert Sinclair amúgy szélső, szóval nem ő lesz az. De Evans tudja szerelni Hisait. És Ayu beindul. Ayu, ebből gólnak kell lennie. De miért? Bal lábbal lövi el. Del Olmo. Visszahúzza. Del Olmo rátekeri. Skorpuszkinak kell megint védeni. A második fő egyértelműen a miénk. Még egy picit támadóbbnak kéne lennünk. El Abdellaoui tud szerelni. És Del Olmo a 90. percben érkezik, és megvan az egyenlítés. Megvan még az esélyünk, hogy ebbe a részbe feljussunk. Megvan a döntetlen. Mármint egyelőre egy gyönyörű passz. Ez Singlernek fantasztikus meglátása, és Del Olmo a sokadik lövése már bemegy. Vissza is megyünk védekezőbe. Megérdemeltük ezt az egyenlítést nagyon. És... Oklen. Ajaj. Pavoletti, nem fordulhat be. Ó, Bernardeschi. Szerencsére megsérült pont a lövés pillanatába. És egy megérdemelt döntetlen, sőt, talán még győzelmet is érdemeltünk volna ezen a mérkőzésen a másik fél idő alapján. Hát,
nem teljesen a döntetlen igazságosnak mondható, de egy gyengébb csapattal x-eltünk egy erősebb, jobb csapat ellen, és a következő mérkőzésen, hogyha győzünk, feljutunk a 9. osztályba. Bevallom őszintén, nem terveztem, hogy ilyen döcögősen fog indulni. Úgy terveztem, hogy mostanra már rég a 9. vagy a 8. osztályba kéne lennünk. Rüffének egy meccse van, szóval tőle mindjárt megválunk, de visszateszik az alapcsapatot, és hogyha ez megvan, utána kibontunk egy pakkot, ami ugye azzal jár, hogy akkor lehet, hogy megint tudunk squadbuilding challenge-ezni. És itt is van a következő, nem hiszem el, mi? Szériá napot tartunk? Megint egy Szériá csapat, Kölcsön Mirantéval, ott van Donszák, Saponara, Callejon, Icardi, Rugani, Hisai megint, Romagnoli. Ezek, őket ismerem, két Silver van, meg egy rómás védekező középpályás, akiről nem tudom, hogy kicsoda. De... nem tudom, mit mondjak. Martinez! Túl éles volt a szög. Carvajal. Carvajal befelé tud törni. Rugal, vagy Carvajal és Kondinak nem volt jó, mert Hisaihoz érkezett a labda, és így az övé lett ez a beadás. Viszont most jön a másik próbálkozás. Ez már magasan, ez meg a kapura megy. De Mirantele lehúzta. Koné! Koné szépen befordul, és Koné! Nem jó, mert Mirante kezébe lövi. Pedig amúgy ez megint egy szép támadás volt, és Koné szép csere is kellett az akcióba, de viszont itt Callejon, hogyha megindul, abból bajok lesznek. Konét szabálytalanul állították meg, hogy ő lövi a legjobban. Benoit! Mekkora szabadrugás, gól! Úristen, hát nem hittem volna, hogy a bronz atletikus játékossal tudok szabadrugás gólt lőni. Ez valami második vagy harmadik gólom összesen szabadrugásból, pedig azért már van benne jó pár meccsem. És pont a bronz Benoit-val tudok egy akkora szabadrugás gólt varázsolni Mirante kapujába. El a sorfal fölött. Jó, Mirante nagyon későn érkezett, azért azt valljuk meg, hogy ez neki is köszönhető. Palladino, mint mondtam, félek. Callejon! Ha ez lövés volt, akkor évmázdja szerintem. Mi folyik itt? Ja, semmi, csak kivittem a labdát. Paredes. NDIA. És megindulunk a szélen. Lehet, hogy nem kell nekünk a fél idő? Koné kéne ott a robbanóra. Koné! Nem jó, mert Romagnoli, viszont... előbb megszabadott, legalább belőtte a kollega. Még hogyha ez most nem is ment be. Martinez. Carvajal. És itt is van a félidő, amit kértem az előbb. Szerencsére 1-0-ás előnye emeltünk félidőre. Jobban is játszunk, mint ellenfelünk. Valamint összeszokottabb is a csapat. És láthatjátok a statisztikából is, ez derül ki, hogy megérdemelten vezetünk. Igyekszünk a második félidőben is ezt a vezetést megtartani. Esetleg növelni, mert látok rá esélyt. Icardi, nem ez mincs a Saponara, most Icardi. És most Callejon, ez hiba. Ilyen hibákat nem kéne véteni. Kajó nem lőhet vissza. Rüffié. Icardi visszapasszolja. Callejon mellé megy. Felpörögtek megint az események a másik fél időre, mint az előző meccsen. Csak most negatív értelemben, mert most ők kezdtek el följebb jönni. Carvajal. Kéne megállni. Palladino. Angel. Saponara, Rüffiének kell hatalmasat védeni, a 68. perc. Mi? Sporjár, ne vicceljünk már! Én is ezt mutatom, hogy minek, miért? Azt se tudom, mi történt. Aj, Palladino. Balra lövi. Nem, jobb alsó sarokba. Nem hiszem el, egy fölösleges 11-es fogja elvenni a bajnoki címünket. És les volt, vagyis mi is tudunk cserélni. Megint átálltam a 4-1-2-1-2-re, mint az előző meccsen. Behoztam Parginit. Meg behoztam ugye Sinclair tájút és Okubót most. Szóval most már két csatárom van, és még Sinclair a támadó középpályás. Az előző meccs hőse Delomo jött le. Martinez, ki kell fejelni, DIA. Icardi fölé fejeli. Most minden Icardi ellen van, pedig már szereztetett volna most 5 percen belül 3 gólt szerintem.
Nem ezt érdemeljük! Sajnos sajnos megszerezték a vezetést a 89. percben. Természetesen kipattanóból. Normális gólt szerezni az nem menő. Vége a mérkőzésnek, 2-re kikaptunk. Szomorú és elkeseredetve, mert nem tudunk squadbuilding challenge-ezni. És ellenfelünk a második félidőre meggyalázott minket, nekik második félidőben lövésünk se volt. És még egy részre várni kell, hogy meglegyen a bajnoki cím. Nem tudom most mi van, vagy hogy miért ez van, de igyekszem ezt a rosszabb szériát majd valamikor jobbra váltani. És akkor remélem tetszett nektek ettől függetlenül ez a videó. Hogyha tetszett, dobjatok egy lájkot, hogyha nem dobjatok egy diszlájkot. Írjátok le a komment szekcióban, hogy miért tetszett, vagy éppen miért nem tetszett. Én Csanád voltam. Sziasztok!